Óriási helyzet! Tischler góljával vezet a Puskás Akadémia, és ez több szempontból is borzasztóan rossz hír a Kecskemét számára. Ugyanis egyrészt ugye hátrányban vannak a hazaiak, másrészt amikor Tischler gólt szerzett, akkor rendre győzött ebben a szezonban a Puskás Akadémia. Lencse fantasztikus labdát adott Tischlernek, egy érintőből be a védők mögé. Varga mellől lépett ki Tischler, de ebben a gólban érzésem szerint Lencsének is legalább akkora szerepe volt, mint a gólszerzőnek. 0-1, egy meglehetősen gyors Puskás Akadémia gól.